Az ukránok kényszerű deportálása Oroszországba az agresszor egyik legaljasabb bűne a háborúban, jelentette be Volodymyr Zelenszky elnök videóüzenetében, számolt be az Ukrinform. Oroszország következetes bűnös politikát folytat az ukrán lakosság kényszerű deportálását illetően. Erőszakkal szállítja el a felnőtteket és a gyermekeket. Ez Oroszország egyik legaljasabb háborús bűne. Ukrán gyermekeket deportálnak, többek között az árvákat a gyermekotthonokból, gyerekeket a szüleikkel, és elszakítják a gyermekeket családjaiktól. Az államfő kiemelte, az agresszor több mint 234 ezer gyermeket szállított el Ukrajnából. Ezen bűnös politika célja nem csak az emberek elrablása, hanem hogy a deportáltak elfelejtsék Ukrajnát, és ne térhessenek vissza. Nekünk választ kell találnunk erre a kihívásra is, és biztosítani kell, hogy mindazok, akik gyilkoltak, kínosztak, illetve ukrán állampolgárokat deportáltak, feleljenek tetteikért. Az államfő megjegyezte, a háború alatt mintegy 12 millió ukrán állampolgár kényszerült elhagyni otthonát. Több mint 5 millióan külföldre utaztak. Túlnyomó többségük anyák és gyermekek. Az elnök kihangsúlyozta, Ukrajna mindent megtesz azért, hogy hazatérhessenek. Ukrajna és Lengyelország láthatatlanná akarja tenni az országok közötti határt, de ezt összhangba kell hozni az uniós szabályokkal. Számolt be az Erbeka Ukrajna, Dmitry Kuleba, ukrán külügyminiszter a telemaraton adásában tett nyilatkozatára hivatkozva. Ez egy álomfeladat megszervezni a felügyeletet az ukrán-lengyel határon. Ez nem az ellenőrzés hiányát, hanem egy általános, közös ellenőrzést jelent, amely láthatatlanná teszi a határt, hangsúlyozta a miniszter. A külügyi tárca vezetője elmondása szerint ebben a kérdésben jelentős szerepet játszik az Európai Bizottság, amely meghatározza a Schengeni övezet működésének szabályait. Korábban Volodymyr Zelenszky elnök bejelentette, Ukrajna és Lengyelország a közeljövőben a határ közös ellenőrzésének bevezetését tervezi. Ukrajna a háborúból származó közvetlen veszteségei meghaladják a 600 milliárd dollárt. Jelentette be André Jermák, az elnöki hivatal vezetője. Nagyon nehéz helyzettel állunk szemben. 5 millió ember menekült el az országból a harcok miatt. Legalább ugyanennyien belső menekültekké váltak. Civilek tízezrei haltak meg az orosz invázió következtében. A háború Ukrajna GDP-jének 35 os csökkenését idézte elő. Több mint 200 gyárunk veszett oda. 600 milliárd dolláros veszteség érte az országot, mondta Jermák. Hangsúlyozta, Ukrajna mindennek ellenére továbbra is védekezik, keleten és délen is heves harcok folynak. Nekünk kell győznünk, ellenkező esetben Ukrajna egyszerűen eltűnik, mint nemzet és mint állam. A nemzetközi közösség továbbra is nyújt katonai, technikai, politikai, pénzügyi és humanitárius segítséget, fejtette ki az elnöki hivatal vezetője. Nyermak hozzátette, az Oroszország elleni szankciók fog rendkívül fontos támogatást jelent Ukrajna számára az agresszió visszaszorításában. Mostantól online is lehet konzultálni a gyermek örökbefogadásáról. Erről Darja Herasimcsuk, a gyermekjogi elnöki biztos tanácsadója beszélt az 1 plusz műsorában. Tájékoztatása szerint az előzetes konzultációt június 1 lehet kérvényezni a GIA alkalmazásban. Néhány hónapon belül pedig megjelenik egy új funkció is az applikációban. Ezt követően lehet majd benyújtani a szükséges dokumentumokat. Miután ez a funkció elérhető lesz, az örökbefogadás jelölt gyámok, nevelőszülők vagy a családi típusú árvaház megismerkedhet a kitöltendő kérdőivel és benyújthatja a szükséges iratokat, közölte Herasimcsuk. Az üzemanyag való tekintettel az Ukrzaliznica Társaság autószállító szerelvényeket helyezett el a vonatokon, tudatta a mukacsevó.net internetes hírportál. Júniustól már Kijevből Ungvárra, vagy a megyeszékhelyről az ukrán fővárosba is bárki elküldheti autóját. A gépkocsi szállító szerelvények a Kiev-Lemberg, a Dnipro-Lemberg, a Harkiv-Lemberg és a Lemberg-Odessa útvonalakon közlekednek még. A szállítás költsége körülbelül 1400 rivnya tömegtonnánként. Az autószállítás megszervezésére a vonatállomások pénztáránál van lehetőség. A háború kezdete óta 1863 járművet szállítottak a vonatokon.